lesz olyan fázis, amikor azt mondhatjuk, hogy bemutattuk a helyieket. Természetes, hogy félelmek vannak az emberekben, természetes, hogy egy idegen és egy új helyzettől tartanak. Abban állapodtunk meg a polgármester úrral, képviselő hölgyekkel, képviselő urakkal, hogy folytatjuk az egyeztetést. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a faluban nyugalom lenne, a faluban a közbiztonság megmaradna, és amennyiben szükséges, és ami szükséges a falu élhetőségére, szükséges fejlesztéseket biztosítani fogjuk. Mit mondott, tehát milyen konkrétumokat tudott elmondani, hogy mi lesz a táborban? Először is, mikor kezd épülni, mikor fejeződik be, és mi lesz itt? Tehát jelen pillanatban egy dolog biztos, hogy a helyszín a táborépítésre kijelölésre került. Ugye folyik az előkészítő munka, ebben az önkormányzattal is természetesen az elkövetkezendő időszakban együtt működünk. Ez egy nyílt befogadó állomás lesz, alapvetően mobil, tehát konténerekből, illetve sátrakból álló befogadó állomás lesz. Várhatóan augusztus végén, szeptember elején indulhat el az építkezés, és egy 4 hónapot tehet ki. 1000 fő befogadására készülünk itt. Miért nem egyeztettek előtte az önkormányzattal? Egyeztetünk a helyszínek kijelölését. Hát amíg nem volt helyszín, addig nem volt miről egyeztetni, tehát a helyszínek kijelölését követően megkezdtük az egyeztetést, és meg ezt mondom, bízom abban, hogy ezt a nehéz döntést és ezt nehéz elfogadást nem keserű szájízzel fogják megélni a helyiek. Az igaz, hogy 2 héttel azelőtt döntötték el a helyszínt, hogy szombaton ez gyakorlatilag berobbant a tudatban. Nem, a szerdai kormányülésen született döntés. Mi történik akkor, hogyha a falu, illetve a környék egyáltalán nem hajlandó elfogadni a döntést? Én úgy gondolom, hogy a helyszínen változtatni nem fog a kormányzat, tehát nem a helyszín változtatása az egyeztetések, a megbeszélések célja, hanem azt szeretnénk elérni, hogy a község nyugodtan élhessen, attól függetlenül, hogy a település mellett egy ilyen fogadóállomás működik. Esetleg anyagi kompenzációra számíthat a falu? Polgármester úrral, illetve a képviselőkkel megbeszéltük, hogy mi a falu jelenlegi helyzete, mi az, ami az élhetőség, az életminőség javításához szükséges, és ebben még fogunk egyeztetni, természetesen segítünk a településnek. Konkrétumot tud erről mondani? Mik ezek a fejlesztések? Hát egyfelől a közbiztonsággal kapcsolatban kértek biztosítékokat és garanciákat, és ez rendelkezésre is fog állni. Felmerült a bekötőút világítása, az autóbusz közlekedés javítása. Tehát ezekről még fogunk beszélni, de én azt gondolom, hogy ezek mind akceptálhatók, és valóban ezek hozzátartoznak ahhoz, hogy ez a falu tovább tudjon így működni. És a polgári engedetlenség lesz, akkor is megépül, nem, mert az emberek erre készek. Én biztos vagyok abban, hogy a tárgyalások végén nem lesz szükség arra, hogy polgári engedetlenség legyen. Miért pont Baranyára esett a választás, hiszen itt a legsűrűbb a település szerkezet. Jó néhány megyében sokkal lazább település szerkezetekkel lehet számolni, és sokkal messzebbi, úgymond problémás gócokkal. A földterület, állami földterület kiválasztása volt a fő szempont, illetve olyan állami földterületet keresett a kormányzat, amely főúthoz közeli és ideiglenes jellegű, tehát nem beépített, nem már meglévő épületekbe történő felhasználással, így került kiválasztásra az a két helyszín, amelyről most beszélünk. Ezért kerül a kiépítésre? Miután az elején tartunk, még én ebben nem tudok önnek nyilatkozni. Nyilván a teljes folyamat átlátható lesz, és látni fogják a költségeket. Erről költségekre lett volna. Én megemlítettem még egy, hogy attól félnek itt, hogy 19 ezer embert visszatoloncolhatnak külföldről Magyarországra. Azóta, hogy ez a hír nagyjából kering a köztudatban, két új tábor megnyitásáról volt szó, és azt úgy fordították le az emberek, hogy itt akár 8-10 ezer ember is lehet. Hát a befogadó állomás, ez egy befogadó állomás, a menekült státusz elbírálásáig, tehát az a tartózkodási idő, itt nem egy zárt menekült táborról van szó, ahol adott esetben a visszatoloncoltak elhelyezésre kerülhetnének. Teljesen más a funkciója, szó nincs arról, hogy itt több ezer ember elhelyezése lenne. A maximális kapacitás, ahogy mondtam, 1000 fő lehet a tábornak. Ideiglenes táborról tetszett beszélni. A szövetcsapatok ideiglenesen voltak itt. Milyen időtartamra gondolunk ideiglenes címszó alatt?
Ebben nagyon sok mindenkinek teendője van, nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak is. A migrációs kérdés kezelése az, ami meghatározza, hogy mennyi idő alatt zajlik le ez a menekült hullám. A tábor is ideiglenes, és a táborban az elhelyezés is ideiglenes, maga a helyszín, illetve a felépítés, a felépítmények is ezt sugallják. Állampolgár úr tájékoztatott minket a leendő befakadó állomás létszámáról, ez körülbelül 1000 főre tervezik. Én írásos garanciákat kértem tőle mindenre, további tárgyalásokat természetesen folytatunk, viszont én arra kértem államtitkár urat, hogy gondolja át a döntését. Ezzel a táborral kapcsolatban ugye már nem ez a legmegfelelőbb hely szerintem még most is, csak Magyarországon még mindig azt mondom, hogy nem tudok megfelelő helyet mondani ennek a létesítménynek a létrehozására, abból az indokból, ugye mindenhol magyar emberek laknak, ugyebár is akármilyen biztonsági intézkedéseket tesznek itt a falu környékén, akkor se fognak az emberek nyugodtan lefeküdni, szóval ezt tudomásul kell venni, hogy biztos, hogy hosszú távon vagy rövid távon, ahogy úgy képzelik a kormány, ez befolyásolni fogja nagyban a falu életét. Szóval én nekem 228 embernek a nevébe kellene döntenem, én nem fogok. Hogyha konkrét ajánlattal áll elő a kormány, természetesen azt a falügyülés előtt én be fogom terjeszteni és meg fogom szavaztatni. Itt ugyebár a közműfejlesztés, ugyebár itt a környéken hogy fogják kialakítani a szennyvízhálózatot, vizet merről fogják vinni, tömegközlekedésről beszéltünk, közvilágítás, ugyebár itt a falu, ugyebár a külső busz megálló eléréséhez itt van egy kilométeres szakasz, ami nincs kivilágítva. Most el kell képzelni, hogy itt eddig egyedül mászkáltak ki a hölgyek, szóval én nem hiszem, hogy valaki ezek után Magyarországon elmerné gyengedni otthonról a lányát, vagy a feleségét a hatos útig. Kívánok-e valamit tenni, vagy hogy ezekben a tárgyalások után meg a falon készülne? Természetesen a demonstrációt azt folytatjuk, sőt, én abban bízom, hogy meg tudjuk akadályozni még mindig a beruházást. Ugyebár ezt felhívtam mindenkinek a figyelmét, hogy kulturáltal körülmények között. A tegnapi nap folyamán fölhívtam egy fiatalember figyelmét erre, hogy a szabályokat tartsa be. Őt megkértem, hogy hagyja el a helyszínt, ugyebár nekem ugyanannyi jogom van ott tartózkodni, mint neki. Ő kulturáltan el is ment, szóval becsülem ebbe az emberbe, hogy elhagyta a helyszínt, úgyhogy mindent elkövetünk, hangsúlyozom annak érdekében, hogy ez a beruházás ne valósulhasson meg. Martov. Hát igen. Természetesen marad, viszont az ő fejükkel gondolkodva, hát mit mondott volna, hogyha én lennék az ő helyébe, ugyebár természetesen biztos, hogy nem a biztos dátumot mondták, ugyebár mi így fogunk készülni, hogy bármelyik pillanatra van, jöhetnek, úgyhogy mozgósítunk minél több embert, hogy igenis megmutatjuk a nép, a kormánynak, hogy nem engedünk a 21-ből. Természetesen igen. Azon vagyunk, hangsúlyozom, hogy a beruházás ne valósuljon meg Martonfán, meg országba se. Szóval, hogyha szerencsénk van, és mellénk áll a nép, és az emberek, akkor a következő helyszínt, ahol ki fogják ezt jelölni, akkor természetesen én minden segítségemet felajánlom, amit tőlem telik.